illetve magáról, hol tetszett születni, milyen családba? Én az akkori Jugoszláviában születtem, amelyik 1920-ig Magyarországhoz tartozott, ez abban részben, utána 41-ig Jugoszlávia volt, 41-től 44-ig megint Magyarország, azóta különféle neveket visel, most utolsó neve Szerbia. A falu összetételében három nemzetiség osztodott, amíg én ott éltem. Legtöbben a németek voltak, az úgynevezett dunai svábok, 3000-en és protestánsok, 1500 szerb és ortodox, és 500 magyar és katolikus. És szép békességbe éltünk 41-ig. A családom vallásos család volt, édesanyámnak az egyik nagybátyja és öccse katolikus pap volt, úgyhogy nagyobb megrázkódtatás nem jelentett az, amikor belőlem is a pap lett. Édesapám az főjegyző volt, tehát adminisztrációs vonalon dolgozott. Jó lehet, édesapja még mezőgazdasági zselérmunkás volt, de ő valahogy Újvidékre került, Nagylényhez, és 1913-ban érettségizett. Akkor ez nagyon nagy dolog volt Magyarországon, hogy valakinek érettségije legyen. Édesanyám, édesapja kőműves segéd volt, és 4 nagy gyereket nevelt, és minden 4 érettségizett. Tehát van a családban egy ilyen vonás, hogy egyszerű keretekből indul, de a gyerekeknek igyekszik mindent megadni, hogy aztán később az életben a tudásokat használni tudják. 41-ig szülőfalomban jártam iskolába, azt úgy hiszek, hogy elemiskola 4 évig, amiből a 3. és 4. osztályban szerb tagozatban végeztem, és szerb iskolában végeztem az első akkori gimnáziumot is, ami most az 5. osztálynak felelne meg. Akkor jött a felszabadulás, és akkor bajára kerültem a ciszterekhez. Édesanyám nővére ott lakott, nem volt gyermeke, úgyhogy világos volt, hogy én ott folytatottam a tanulmányaimat. Nem akartak felvenni a híres bajai ciszterci iskolába, azt mondták, hogy ez annyira kiváló iskola, hogy én biztosan meg fogok bukni. Hát nem sikerült, sőt, én voltam az egyetlen, akinek latinból fél év kolyadása volt. És hát utána jött a háborúnak a komolyabb része. Ugye Magyarországban 41-ben belépett a háborúba, de aztán 44-től kezdve éreztük nagyon is rajtunk, hogy mit jelent a háború. És 48-ban érettségiztem. És akkor beléptem az étre. Közben elvették már tőlünk az iskolákat, a bajét is, hogy elvették ezt a Pécsit is. És a családjával mi történt? A szüleim 44-ben menekültek Bajára. És aztán édesapámat Garára küldték jegyzőnek, úgyhogy a határ mellett volt jegyző, akkor áthelyezték és egyebek. De mondjuk ez az én tanulmányaimat már nem sokat zavarta. A nagyobb megrázkódtatás akkor történt, amikor én 50-ben elhagytam Magyarországot. Tehát ugye az világos volt, hogy megszüntetik Magyarországon a szerzetes rendeket, méghozzá pontosan 1950. szeptember 7-én, és én 6-ára az irodó éjszaka, Bősárkánynál átléptem a határt, és kimentem Ausztriába, de az orosz zónába. Úgyhogy jó lett, 21-en indultunk, hamarosan már csak 13-an maradtunk, mert 8-at közülünk lekapcsoltak az osztrák csendőrök, azokat átadták az oroszoknak, hazahozták őket,
elítélték őket 4-7 év büntetésre, míg én a brit zónán keresztül eljutottam a Franciába, vártam 2 hónapot, és akkor eljutottam Rómába, és Rómában maradtam 46 évig. Tehát 1950. november 8-ától én Rómába éltem 1966 tavaszáig. De most máshol akkor nem is járt végig Rómában, tetszett tartózkodni? Hát közben azért utazgattam, ha mindent összerakunk, akkor kijön belőle majdnem egy év francia tartózkodás tanulmányi célokra, de hát azok ilyen vakációs időkben jöttek össze. Hivatalosan én akkor Rómában laktam 46 évig. Különféle rendi hivatalokat kaptam mindjárt a papszentelés után, könyvtáros, folyóirat kezelő, és aztán növendékek főnöke 29 éven át, míg 1985-ben életem a ciszterciánus generális apátja, és azt csináltam 10 éven át. Közben 1960-ban elkezdtem tanítani, először egyháztörténelmet, aztán közben elvégeztem az egyházjogot is, és akkor egyházjogot is, és ezt csináltam addig, ameddig nem lettem generális apát. És miért tetszett ezt a pályát választani? Miért lett szerzetes? Hát nagyon egyszerű a válasz, hogy kerestem azt, hogy egy értelmes életet éljek, és ott láttam néhány példát magam előtt, néhány Baján élő ciszterci szerzetest, akit szerettem, becsültem, és azt mondtam, én is ilyen életet akarok élni. Nagyon egyszerű volt. Tehát ott volt egy konkrét példa, és azt akartam követni. Te most azt tetszett említeni, hogy elmenekült Magyarországról, már mint szerzetes, örökfogadalmas. Nem mint örökfogadalmas, de már mint fogadalmas. És örökfogadalmat pedig? Örökfogadalmat 54. január 1-én tettem Olaszországba, mikor a legsötétebb körülmények között éltünk, de hát akkor volt az ideje, úgyhogy ott Olaszország kedves közepén azt mondtam, hogy pro euloco, arra a helyre, amit Zircnek hívnak, arra teszek fogadalom. Semmi remény nem voltak, hogy valahogy Zircre kerüljek. Aztán végén visszakerültem Zircre, és most is még Zirci apát vagyok. Igen, és mesélj még nekünk egy kicsit Rómáról, milyen tisztségeket töltött be? Hát ugye Szentatyának nagyon sokan segítik a munkáját. Az enyém az két vonalon működött, az egyik a rendnek a központi vezetősége volt, másik pedig, hogy a pápai Szent Anzem Egyetemen tanultam és tanítottam. Tehát amikor kiértem, akkor természetesen először be kellett fejezni a tanulmányokat, de közben mindjárt befogtak, mint könyvtáros, mert rendezni kellett a könyvtárat, és ahhoz volt valami érzéke még Zircről. Utána a papszentelésemen 55-ben, mi egyébként Svájcba szenteltek pappá érdekesség kedvéért, egy női monostorba, ott volt a generális apátunk, és akkor megtett a központi adminisztráció tisztviselőjének, méghozzá, hogy folyóiratot rendezzem, könyvtárat, és ugyanakkor tovább tanulhassak. És egyháztörténelemre specializáltam magam, írtam egy 1100 oldalas diszertációt, ami persze egyúttal a habilitáció is volt, és így lettem 60-ban a Pápai Szent Anzem Egyetemnek a tanára meghívással. Központnak a munkáját mindenféle titkári és tagság, bizottsági tagsági dologgal
segítettem, én voltam a tanulmányi bizottság titkára, aztán én készítettem bizonyos fogig elő a különféle generális káptalanokat. 1958-ban én voltam a generális káptalan legfiatalabb tagja, mint ahogy most 2010-ben én voltam az egyik legidősebb tagja a káptalannak. Tehát volt egy ilyen rendi vonal, aminek hát csúcsa az volt, hogy 1985-től 95-ig 10 évig én voltam a generális apát. Előtte 29 éven át a növendékek főnöke. Az egyetemen először ókori, tehát ezt most azt hiszem, hogy úgy kell mondani Magyarországon, hogy az első 600-ad egyháztörténelmét tanítottam, utána hozzájött a történelmi metodológia, és később átváltottam az újkori egyháztörténelemre. És 71-től hozzájött az egyház jog, monasztikus jog, szerzetes jog, és hasonló csemegék. Úgyhogy ezt csináltam, szép volt, jó volt, csak aztán utána hát lejárt a generálisságra az időm, és jött a másik hívás, hogy jöjjek Magyarországra az Éczi apátnak. De hát amikor Rómába kerültem, akkor még majdnem minden egyetemen volt legalább egy magyar egyetemi tanár. Nagyon sok diák, aki ott rekedt és tanult különféle egyetemeken, tehát mondjuk ilyen egyházi vonalon működő ember volt 60-70. Most már biztos, hogy 10 alatt vagyunk, vagy legalábbis, akik úgy bizonyos fokig állandóan Rómában vannak. Aztán hozzájönnek ugye a két kollégiónak a növendékei, van az úgynevezett Pápai Magyar Intézet, ebben 8 felszentelt pap tanul, és azon kívül a Germanicum Hungaricum, tehát a szeminárium, ahol nem felszentelt papok tanulnak még, a jezsuiták vezetése alatt. Ott is van mindig néhány magyar. Volt, akkor főleg 56-ban a magyarok száma megnövekedett, de aztán ezek lassan különféle világrészekbe mentek tovább. Én voltam az, aki talán leghosszabb ideig maradt Rómában. És így ezekkel az eljövő, eltávozó papokkal milyen kapcsolatot ápolnak? Nem találkozgattak, ugye ritkán találkozottak az egy magyar nyelvűvel? Hát a legfontosabb dolog az volt, hogy havonta egyszer, hónap első csütörtökén összegyűltünk a Pápa Magyar Intézetben. Ez egy érdekes intézet olyan szempontból, hogy a Tiberis partján van, a magyar állam 1927-ben vette meg ezt a Palazzo Falconierit, ahol a földszint, első emelet és a harmadik emelet az állam kezében van. Következésképpen 1945-től a pártállam kezében, és a második emelet volt a Pápai Magyar Intézet. No most, az nagyon nem tetszett az akkori államnak, hogy ezt meg is akarták szüntetni, csak mégsem tudták, folyt egy per. Másik bejáraton között nekünk oda bejárunk, de ott voltunk minden hónap első csütörtökén egészen 1963-ig. És 63-ban épült meg aztán az úgynevezett Szent István Zarándokház, Rómán egy kicsit kívül, amelyiknek azért már kevésbé van ilyen jelentősége, mert most kicsit meg is osztotta a társaságot, meg hát az kijebb van ezzel szemben. Ez a Palazzo Falconieri, ez egy nagyon fontos belvárosi helyen van. És hát ott az abból állt, hogy az intézet vezetője beszámolt a magyar helyzetről, és valaki tartott még egy előadást valamiről, éppen merre járt, és ez az, hogyan áll. Kellemes összeegyetele volt, ami 2-3 órát tartott, úgyhogy minden hónapban azért találkoztunk.
és nem tudom, most is megvan, de én időmben, diákkoromban ez nagyon-nagyon jó dolog volt. És még az ottani magyarokról, hogy volt ez a csütörtöki összejövetel minden hónap első csütörtökén, és hogy így máskor egyetemen, iskolában mennyire járt így össze más magyarokkal, hogy így... Mondjuk ez, hogy magyar, ez úgy ilyen rendkívüli dolog volt, hogy éppen a, nem tudom, még egyháztartalmat tanultam a Gregoriánnál, ott volt egy, sőt, két magyar jezsuita tanár, akikkel itt ott találkoztam, de én nekem nagyon kevés közöm volt a római magyarokhoz, tehát nagyon tele volt mindig a napi rendem, és én nem értem rá például menni az úgynevezett trizmi kocsmába, ahol minden szombaton este, talán még most is összegyűlnek a Rómában lévő magyarok, és valami paprikás krumpli vagy valamivel látják vendégül egymást, és hát elbeszélgetnek. Ez az én napi rendemben nem fér bele. Úgyhogy nekem mondjuk magyar dolgom, hát mindenki tudta rólam, hogy az vagyok, de nem vettem részt a magyar lelkipásztorkodásba, és nem találkoztam rendszeresen más magyarokkal. Azt szeretnék kérdezni, hogy a neve, ugye, hogy kapta a nevét, a rendi nevét? Hát akkor mi nagyon sokan voltunk. Akkor már úgy 230-an voltunk, akik Zécehez tartoztunk, és mert mindenki egy új nevet kap, és akkor már mondjuk ezek az ismertebb nevek, azok mind elkeltek. És hát a rendi nevem az annyit jelent, hogy sok gyümölcs, görögül, pólű, hát tudjuk, politechnikum is mi a sokat jelent, és a kárposz, az pedig a gyümölcs. De most a Szent Polikárp, Szent János apostolnak volt a tanítványa, Szmirna püspöke, Antiói Szent Ignácnak barátja, szóval egy nagy egyházatya, és hát kicsit furcsa, hát a neve legtöbben nem tudják, hogy mit csináljanak, hogy hidegen kell, vagy melegen kell lenni, ezt az emberek általában nem tudják. De hát, aki kicsit foglalkozott, és ezt a történelem, azt tudja, hogy ez tényleg egy nagyon fontos személy volt. És ezt a nevet kaptam, úgyhogy amikor megválasztottak Zirci apátnak, akkor gondolkodtam azon, hogy esetleg elhagyom, mert elég nekem a Ferenc, de aztán rájöttem, hogy ha elhagyom, akkor egyesek azt hiszik, hogy kiléptem a rendből, mert hát renden belül Polikárpnak ismernek. Úgyhogy ennyi. Igen, és generálisként hogy sikerült újjászervezni a rendet Magyarországon? Hát ez kicsit bonyolultabb ügy, mert az egész avval kezdődött, hogy 1956-ban a pápa kiadott egy rendeletet, hogy kinek szabad egyházi főiskolán tanítani. És ott egy bizonyos végzettséghez, tehát az úgynevezett licenciátushoz kötötte, hogy valaki jogosult legyen ilyen iskolába tanítani. És ezzel az ügyel kapcsolatban előjött egyáltalán az, hogy most mi rendünknek a szervezete hogyan is áll, ki az, aki jóvá hagyhatja az egyes intézetek vezetőit, és itt akkor 1957-ben a rendben még 11 rendi főiskola volt. Most van egy. Tehát akkor előjöttek különféle jogi problémák, akkor jött az újjászervezés, hogy úgy mondjam, ami befejeződött igazából 1969-ben. Tehát én nekem, mint generálisnak már csak az volt a dolgom, hogy az előbb már átszervezett rendet működtessem. Tehát én nekem akkor nem kellett sokat átszerveznem. Volt egyéb problémám bőven, de mondjuk
nem az átszervezés a 85-től 95-ig terjedő időnek a fő jellegzetisége. És járt-e Magyarországon, mielőtt generális volt? Járta. Akkor már könnyebb volt a dolog. 15 évig nem engedtek be egyáltalán. Tehát 50-ben mentem ki, 65 januárjáig nem jöhettem be. 65-ben jártam benne háromszor, édesapám beteg volt és beengedtek, akkor megint 4 évig nem engedtek be, és hát attól függött, hogy központi irányítás, már mint a magyar államhatalom az mit gondolt erről a dolog, de később hozzájött, hogy én 1956. szeptemberében osztrák állampolgár is lettem, és egy szép pillanatban jött egy jegyezmény, hogy az osztrákoknak jöhetnek Magyarországra vízum nélkül. Na most nekem már vízumra, tehát nem volt szükségem, persze elvárták tőlem, hogy bejelentsem, hogy jövök, de hát akkor azért mégis könnyebb volt, tehát nem függtem attól, hogy római konzulátus kiadja a vízumot, vagy sem. Jártam, mondjuk évente, 10 évig voltam generális, hát átlagban talán kétszer, így, vagy háromszor, de többet nem. Igen, és itthon milyen hangulatban fogadták, nem is csak mint generálist, hanem mint testvérüket, mint magyar? Hát ugye akkor, mindig én generálisapát voltam, történt a nagy fordulat. Tehát 85-től 89-ig, hogyha bejöttem, akkor engem csak professzor úrnak tituláltak az államiak. Azt nem ismerték el, hogy én vagyok a generálisapát. Tudták nagyon jó, hogy az vagyok. És aztán hát utána megszűnt ez az állami egyházügyi hivatal, és sok minden leegyszerűsödött. Püspökökkel kezdettől fogva jó volt a viszonyom, mert sok mindenbe tudtam szolgálatukra lenni. Többek között sok autót tudtam Magyarországra küldeni Szentmise intenciójé, ami akkor nagyon sokat jelentett, egy autóra 5-6 évet kellett várni, míg én ezt meg tudtam szervezni, hogy folytatólagosan jöttek az autók, jöttek a könyvek, ha éppen arról volt szó. Mindenki szeretettel fogadott. Ezekben az volt a probléma, hogy egyáltalán hát hol tudok megszállni, és egyebek, mert ugye rend. 89-től kezdve hivatalosan megint létezhetett, csak hát az időben telett, ameddig ezért is igazából el tudott indulni. Hogy az római tartózkodás alatt volt ugye az olimpia 60-ban Rómában, és hogy élte ezt meg, eljárt-e, találkozott-e a magyar csapat tagjaival? Hát ezt nem volt szabad csinálni. Nem. Nem. Tehát ez veszélyes lett volna a magyar csapat tagjaira. Én eljártam az olimpiának bizonyos versenyeire, ott voltam, tehát mondjuk egyedülálló lehetőség volt, kellett volna kiadni, de az nem volt tanácsos 60-ban, hogy egy külföldi zavarja a hivatalos olimpiai csapatot, azt nem tettem. És az akkori pápákról, ugye 12. Pius volt, 23. János, 6. Pál, 1. és 2. János Pál, úgyhogy jól tudom, velük a kapcsolata, illetve mit gondolt róluk az ő pápaságukról? Hát mindegyik nagy volt a maga nemében. Tehát nagyon különfélék voltak egymástól. 8 évet éltem még 12. Pius alatt, ahol 12. Pius 54-55-ben nagyon beteg volt, tehát az mondjuk nem volt éppen a fénypontja
az ő pápaságának, amikor ottan különféle kellemetlen dolgok is történtek, különféle egyetemek tanárait elmozdították, és ott sok minden történt, ami nem igazából a pápa szándéka volt. Hát a pápát én nagy pápának láttam, természetesen az akkori körülményeknek megfelelően. Tehát nagyon érdekes, hogy akkor mi értettük, hogy a pápát a vállukra emelték a Sedi Agestatorián, a Vatikán emberei, rajta volt a három stiára, és szóval tényleg nemes Krisztusokkal találkoztunk néha nagyon-nagyon hosszú miséken. Tehát nagyon-nagyon sokat változott a helyzet, amikor 23. Jánosban, hogy mondjam, egy jó falusi plébános lett a pápa, aki mindenkit meglepett, és a maga humorával mindenkit legyőzött. Tehát ő, ha nehezebb dolog volt, azt elküldte a bíboros államtitkár, de bejelentette, hogy ő még csak egy újonc, ő még kezdő, őtől a nehéz dolgokat ne várjanak, de ugyanakat összehívta a zsinatot, és sok mindent elindított. Persze hát ott is voltak néha nagyon kellemetlen esetek, például úgynevezett római zsinat, aminek én már tagja voltam 30 éves fejje, de ez úgy lassan kikupálódott. Aztán jött 6. Pál, 15 évig, és nagyon sokat szenvedett, mert nagyon nehéz volt a zsinat után úgy megfogni, a zsinat alatt, a zsinat végén is, a zsinat után megfogni az embereket, de hát azért ő tényleg nagyon jól ismerte az egész apparátust. Megint nagyon örültünk Első János Pál pápának a maga egyszerűségében, előtte is már jól ismertem mi bíborost, és aztán jött a hosszú-hosszú pápasága Vojtila pápának, aki hát először nagyon jó bírt, aztán később hát a betegségek kezdett vette uralkodni. De mindegyik nagyon nagy ember volt, hogy aztán egy házban mégis mennyi probléma van, hát az nem ő miattuk van, és mondjuk egy pápa nem tud csodát teremteni, az nem megy. Említette a zsinatot 6. Pál pápa alatt, és ön ebben részt vett, szerves része volt, vagy mit tud erről a zsinatról? Hát részt vettem olyan értelemben, hogy zsinatjátyáknak segítettem szövegeket latinra fordítani, segítettem szövegeket megmagyarázni, mint teológus, benn voltam a zsinati teremben, és ott közelre tudtam követni az eseményeket. Biztos, hogy a múlt évszázadnak, nem tudom, több évszázadnak a legjobb eseménye, abból élünk, és azt próbáljuk igazából most is megérteni, hogy ott mi is történt. Tudom én ilyen kérdésekben, mint például a vallásszabadság és hasonló. Úgyhogy szerencsére az a teológia, amit én Rómában tanultam, az már zsinat teológiája volt, tehát én megértettem, hogy ott igazából miről is volt szó, és utána azt, és így segítettünk azt egy kicsit apró pénzre váltani. Úgyhogy ugyanakkor hát egy nem könnyű vállalkozás volt, mert akkor 2200 püspök összejön egy terembe, megpróbál valamit megvitatni, az egy reménytelen eset. Hát mondjuk egy délőtt 10-15 emberrel meg tudott szólni, legfeljebb 10 percet adtak valakinek. Ugye, úgyhogy megint azok egyik erőbeszélt, másik arról, és sem arról, hogy a zsinat igazából azért
délutáni üléseken, a folyosókon és a zsinat ülésszakai közötti szünetekbe készült. De végén azért összeállt a kép. És hát folytatódik most a püspöki színadosok. Mik a tervei a jövőben, akár a rend kapcsán is, hogy mi az, amit még szeretne megvalósítani? Hát én nem voltam 80 éves. Hát attól függ, hogy milyen hivatalokat szállnak még nekem egyáltalán, valószínűleg elég hamar le fognak váltani, mint DC főapátot, és akkor utána meglátom, hogy mik lesznek a lehetőségek. Mondjuk rengeteg anyagot szedtem össze kutatásaim folyamán, hogy nagyon sok mindent szeretnék kiadni, de annak biztos, hogy csak egy kis-kis töredékét tudom megcsinálni. Kutatásait a tanításaival kapcsolatban, tehát egyháztörténelemmel kapcsolatban folytatni? Hát egyháztörténelem, és főleg rendtörténelem, és ott is mondjuk a tridenti zsinat utáni rész, főleg 17. és 19. század. És hát megint mondjuk főleg francia, olasz kutatás, vatikáni levéltár, francia levéltárak, és hát valamelyes német és svájci, osztrák levéltárak. Egy. Mit üzenne a mai diákságnak, a mai társadalomnak egy ilyen múlttal a háta mögött? Mi a legfontosabb ön szerint? Hát először próbáljon lelkiismeretes lenni. Próbáljon alapokra építeni. Sziklahegyre építeni, tudja a nyelveket, tudja a kultúrának a alapjait, azokra próbáljon építeni, és utána dolgozni. Nem látványos dolgokat, de kitartóan, és akkor jönnek az eredmények.